Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Hungária Eurocitynek a saját verzióját fogom most bemutatni. Azért saját verzió, mert ugyan a boltokba tavaly évvége óta kapható az Acme-nak az újabb MÁV festési séma szerint festett kocsikból kiállított verziója. Én mégsem ezt követtem el itt most a terepasztalomon, hanem egy már a saját meglévő modelljeim felhasználásával készítettem el ezt a szerelvényt. Először is, hogy megértsük, hogy miért erre az útra tértem én, meg kell nézni azt, hogy az Acme hogy adta ki ugye a Hungária Eurocity szettet. Ugye ők a 2019-es évi összeállítást modellezték le, ugye ebbe az időszakba, ebbe a menetrendi évben már gyakorlatilag csak a felújított kafkocsik voltak a szerelvényben, illetve egy német másodosztályú bicikli és mozgássérült szállító kocsi a szerelvény végén vagy elején, ugye attól függően, hogy melyik irányba ment. Az Acme-nak ez a szettje, ez három darabra lett bontva, ugye egy tetemes hosszúságú szerelvény, összesen 8 kocsi, két-három kocsis szett és egy két kocsis szett volt itt beharangozva. Ami sajnos szerintem nagyon nem sikerült a gyártónak, az a szetteknek az elosztása. Az egyik szett, az 2 darab első osztályú kocsit és 1 darab másodosztályú kocsit tartalmaz, a másik szett tartalmaz egy étkező kocsit és 2 darab másodosztályú kocsit, a harmadik szett pedig tartalmazza a maradék 1 darab másodosztályú mávos kocsit, illetve a német bicikli és mozgássérült szállító járművet. Szerintem ez nem a legjobb elosztása a dolgoknak, hiszen ugye azt feltételezi, hogy megvesszük mind a három szettet egybe. De most mind a három szett megvásárlása az azért több mint 200 000 forintba fog kerülni, ugye a harmadik szett egyébként az még ki se jött a mai napig. Az első két szett az 76 000 forintba kerül most per pillanat, azt hiszem 75 000-ről indított, tehát 6 kocsit kapunk 150 000 forintért. És hát akinek korábban már voltak Acme vagonjai, akár a sima, normál, startos, régi festésűek, hát nem feltétlenül szeretne ennyi pénzt rákölteni erre a szettre. Én is így voltam vele, ugye korábban nekem már megvoltak a régi MÁV startos kiadások, ugye az első osztály, étkezőkocsi, másodosztály, termes másodosztály, ugye a hálókocsi is megvolt aztán, illetve a paklikocsi. Nem feltétlenül voltam úgy vele, hogy most akkor itt minimum 150 ezer vagy 200 ezer forintot el szeretnék költeni arra, hogy legyen egy tisztán ugye az újabb festési variánsokból kiállított kocsikból egy szerelvényem. Sajnos az Acme-nak ugye az is egy nagy hibája volt, hogyha megnézzük itt a szettek bontását, akkor azt látjuk, hogy még ugye abban se volt nagyon partner, hogy mondjuk két olyan hármas szettet csináljon, amiből esetleg önmagában egy kis szerelvényt a már meglévő kocsiaink mellé hozzá lehet dobni. Például milyen jó lett volna mondjuk egy első osztály és két másodosztályú szett, hogyha így állították volna össze, ugye abból ki lehet állítani akár egy sima mezei kis Intercity-t, hozzácsapunk egy régebbi festésű BMZ kocsit, és akkor ott úgy már van egy 4 kocsis szerelvényünk, vagy a másik verzióban ugye ekkor úgy nézett volna ki, hogy lenne egy első osztályunk, egy étkező kocsink és egy másodosztályunk, és itt is mellé, hogyha van esetleg egy régebbi festésű kocsink, vagy 2, akkor szépen hozzá tudjuk sorozni. Nyilván egy tarkább szerelvényt kapunk, de hát a mai napig, ha megnézzük, a MÁV vasútvonalaink közlekednek azért vegyesen újabb és régebbi festésű járművek is. De akkor térjünk rá a videónk tárgyára, a Hungária Eurocity-re. Én nem a 2019-es menetrendi évet, hanem egy korábbit, mondjuk 17-18-ast választottam ki. Ugye azt kell tudni, hogy a KAV kocsiknak ez az új felújítási programjuk, amikkel megkapták ugye ezt az IC pluszos színtervet,
Ez 2016 környékén indult el, ha jól tudom. Először a termes kocsik lettek ilyennel ellátva ezzel a festéssel, és akkor utána szépen a fülkések, étkező kocsik, és akkor azt hiszem a legvégén kapták meg a háló és a fekvőhelyes kocsik ezt a színtervet, de hát javítsatok ki, hogyha ezt így rosszul tudom. Szóval a lényeg, hogy ugye a korábbi években ez a szerelvény azért járt eléggé vegyes összeállításban is, tehát meg volt benne található mind a régi hagyományos színtervű, mind az újabb színtervű kocsi is. Hát én egy ilyet szerettem volna leképezni az asztalomon. Nálam ugye 6 kocsis szerelvények férnek el a terepasztalon. Így nagy örömmel konstatáltam, hogy tulajdonképpen én ki is tudom állítani ezt a szerelvényt, hogyha nagyon szeretném. Ehhez vettem még, amikor megjelentek a zenemének ezek a kocsiai, egy NMJ-s ilyen új színtervű járművet, egy sima másodosztályú termes kaf kocsit. Viszont ugye a probléma az volt, hogy gyakorlatilag így meg is van a sor, még van egy termes sima másodosztályú régi festésű kocsim, azonban az a helyzet, hogy ugye az a német kocsi, az sehol nem volt fellelhető. Korábban ugyan adott ki az ACME ilyen kocsit, viszont az nem a bicikli szállítós volt, ezekből azonban a boltokban nem nagyon lehetett találni. Szerencsére a napokban sikerült összebőrzéznem a hiányzó kocsit, és meg is érkezett ez a jármű. Egy apró szépséghibája van a dolognak, hogy ez nem a bicikli szállító, hanem csak a sima másodosztályú kocsi, de a kocsi típusa az teljesen megegyezik, festése, külleme, minden egyéb dolog. Ezzel együtt már ki tudok állítani egy ilyen hibrid, felemás, tarka-barka, régi és új színtervű mávos kocsit is tartalmazó Hungária Eurocityt is. Úgyhogy meg fogjuk nézni ezt a kocsit is, és meg fogjuk nézni a szettem többi kocsiját is. Hát először is kezdjük az első osztályú kocsival. Ez a legeslegelső kiadású ACME AMZ kocsi. 2009 óta, ha jól emlékszem, nyáron, valamikor nyár végén jelent meg ez a jármű, ez azóta megvan nekem. MÁV startos, 101-es pályaszámú kocsi. Őt egyébként egyszer le is fényképeztem még anno a nyugati pályaudvarba, úgyhogy erről a kocsiról van is az eredetiéről egy nagyon jó kis képen. Hát ő a klasszikus ACME minőség, még ugye az első kiadású jármű, forgóvázak azok ugye nem stimmelnek, ezek nem a CAF GC5-ös forgóvázak, hanem ez a Fiat, amit akkoriban a ACME a kocsik alá rakott, de minden másban egy nagyon szépen, nagyon jól sikerült jármű, gyönyörűen kidolgozott belsővel. Érdemes megnézni, hogy ott még bent a fülke ajtókra is föl van tamponozva, például ott az első osztály nem dohányzó jelzés, illetve benne végig ott van a kis kapaszkodó és ilyen fémszából. Nagyon jó kinéző kocsi ez, nagyon szeretem ezt a járművet. 6. korszakos kocsi, gyakorlatilag ugye 2006-7-től napjainkig megtalálható ez a jármű. Talán az utolsó ilyen régi festésű kocsik nemrégiben koptak ki teljesen, és ők is megkapták az újabb színtervet. A következő jármű az a étkező kocsi. Ez is az első kiadású étkező kocsi. Ez ugye, hát nem is tudom pontosan mikor, talán 2010-ben vagy 2011-ben került hozzám. Ő pedig a szintén 101-es pályaszámú VRMZ étkező jármű. Nagyon szép ennek is a kidolgozása, a belseje az neki is nagyon pazar. Ugye láttátok talán ennek is az alján, meg az első osztályának is ott a kerékáramszedő, hát én ezekbe tettem mind világítást, mert ha az ember bekapcsolja, akkor tényleg jó ránézni, hogy milyen jól ki vannak dolgozva ezek a kocsik belülről is. Külsőre ő is a klasszikus ACME CAF kocsi, minden előnyével és hátrányával, ugye itt a kocsi végeknél a tető az, ami hát olyan jobban is sikerülhetett volna szerintem. Nem nagyon szoktak kötözködni vele, talán egyébként egy picit jobban le van törve az igazinak itt a végén a
a vége, meg ezek a bordák egy picit máshogy állnak, de összességében egy nagyon jól kinéző jármű. Ez is pazar feliratozással, gyönyörűen kidolgozott alvázberendezésekkel, úgyhogy egy szavunk nem lehet rá. A régebbi forgóváznak köszönhetően ezzel a kocsival sincsenek különösebb futási problémáim például. A szemben a következő kocsi, ez az újabb Intercity Plus jellegű festéssel ellátott NMJ KAF másodosztályú kocsi, ugye egy BPMZ kocsi, termes kocsi. Neki orvosoltam a kis hibáját, mégpedig azt, hogy benne nincsen belső berendezés. Tettem bele egy 3D nyomtatott belsőt. Ugye eleve eléggé sötétek az ablakai, így annyira nem látszik, de hogyha belevilágítunk egy megfelelő lámpával, akkor talán ott látszik benne, hogy ott vannak szépen az ülések, illetve igazándiból akkor lehet jól látni, amikor benne is a benne található belső világítás be van kapcsolva, és nagyon szépen kihozza akkor a benne található 3D-s üléssort. Neki ugye a klasszikus lenyitott lépcsős gondjai vannak, ez mindegyiken emlékocsinál sajnos, amióta vannak, ez probléma, illetve hát itt ugye ami eldönthetetlen, hogy most akkor ez az ajtón, ez az ablak, ez most jó méretű, nem jó méretű, csak a tamponálás, vagy az ablak is nem a megfelelő, hát ezt én ráhagyom azokra, akik ennyire szegecset számlálnak. Jobban látható probléma például az, hogy itt a végén a kocsinak ez az ajtó, ez ilyen narancssárgás az eredetin. Ez ugye első szériás kocsi, ezt nem sikerült megcsinálni a gyártónak, illetve itt ugye a végzár lámpák környéke se stimmel, ugye a felújított KAF kocsikon itt a homlokfala a kocsinak az teljesen sík, ez nem így néz ki, ahogy ugye ezen a gyári kocsin kinéz. Illetve hát ugye az alvázon neki viszonylag egyszerű egy ilyen sima lap. Túl sokat mondjuk föntről oldalról úgy se látjuk, de hát azért ezen egy kicsit költséget takarított a gyártó. Öröm az ürömben, hogy a spórolások ellenére, mármint hogy nincsen benne belső berendezés, és hogy az alváz is ilyen egyszerű, meg itt elhagyták a színt hátulról, de sajnos ezek a kocsik azért bőven 20 000 forint fölött vannak, és hogyha szerelünk be egy 3D nyomtatott belsőt, hát akkor már majdnem ott vagyunk, mint egy Acme kocsinál bizony, és hát azért ez elgondolkodtató, annyira nem jó az árérték arányuk ezeknek a járműveknek per pillanat. Egyetlen egy előnye van ezeknek a kocsiknak, hogy őket egyesével külön-külön meg tudjuk venni, ellenben ugye, hogyha az Acme-ból szeretnénk ilyen felújított KAF kocsit, akkor ott valamelyik hármas csomagot kell jelenleg kiválasztanunk, és hogyha mondjuk csak egyet vagy két kocsit szeretnénk, akkor az így jelenleg nem működik, mindenképpen meg kell venni a három darabos kiszerelést valamelyikből. A szerelvénynek a következő kocsija pedig egy sima mezei BMZ kocsi, szintén a legelső szériás Acme kocsi, őt is 2009 környékén vettem, fülkés kocsi, gyakorlatilag ugyanazt lehet elmondani róla, mint az első osztályról, ugye maga a kaszni más, minden egyéb tulajdonsága neki ugyanaz, mint az első osztályú társának. Másodosztályi kocsiból még van egy, azt most itt a helyhiány miatt nem mutatom be, az ugyanilyen másodosztályi kocsi, csak nem a fülkés, hanem a termes kivitele ennek a kocsinak. És akkor elérkeztünk oda, hogy ugye van egy első osztályunk, van egy étkező kocsink, kettő, illetve három másodosztályi kocsink, és ugye a német szakasz, úgyhogy most ezt a másodosztályi kocsit egy kicsit félreteszem ide fölülre, és kibontom ezt a Acme német kocsit, ő frissen a mai napon érkezett. Használtan a bőrzén tudtam megvenni, nagyon, nagyon kedvező áron sikerült hozzájutnom. Hát igazándiból ugye ez a fajta kocsi, ez a BMZ 290
egy 295-ös típusú jármű. Ő, hát külsőre mondom, nagyon hasonlít arra, ami a vonatban közlekedett, annyi a ténylegesen a Hungáriában közlekedett kocsinak a különbsége, hogy abban ugye van egy rövid bicikli szállító szakasz, és azt hiszem ugye belülről annyi a másik, hogy van mozgássérült emelő is beépítve a kocsiba. Kívülről így színileg meg típusilag teljesen azonos ezzel. Annak a kocsinak a típus neve az BPMMBDZ pontosan, ugye ezúttal a bicikli szállítós mi voltára, illetve különleges státuszára. Hát ez a kocsi is elég jól sikerült, ugye az Acme-nak azért van érzéke ahhoz, hogy szép járműveket gyártson, ez itt sincs másként. Külön érdekesség, hogy ugye itt alatta is egy MD52-es típusú forgóváz van, ugye ilyen van a mi GOSZA kocsiaink alatt is, és ugye Rokóból láttunk már ilyen forgóvázat, mégis az Acme azért rá tudott tenni egy lapáttal, én úgy látom, hogy itt azért külön kis vezetékek vannak, ez az első rugós rész is, ez egy külön elem, tehát ez nincs egybeöntve itt a hátuljával, maga a sínfék is külön elem, itt vannak fönn ugye a féktárcsák, illetve a fékberendezés van fölpattintva az egészre, eléggé részletesen sikerült kidolgozni ezt a forgóvázat, és hát ha mellé teszem a sima mezei GOSZA kocsit, akkor úgy látszik is, megérződik is, hogy egy jóval filigránabb ennek a forgóváznak a kidolgozottsága. Ami még külön érdekesség, az alja. Hát ugye az Acme-nál nagyon oda szoktak figyelni itt a részletekre, itt a különböző klímadobozok és egyéb elektronikai dolgokat tartalmazó dobozok is nagyon jól meg vannak csinálva, fotomaratott kis rézlemez itt is, ott is, klímabeszívónál, illetve például itt is, ha megnézzük, a fékrendszer vezetékei is mind kis rész alkatrészekből meg vannak csinálva, kis részvezetékekből, nagyon részletes. Tehát az olaszok azért erre nagyon odafigyelnek, még akkor is, hogyha jellemzően oldalról nem sok látszik belőlük, ők azért eléggé oda szokták tenni magukat ezen a téren is. Illetve itt a végén ugye a WC tartály, most ez egy kicsit itt kimozdult, ahogy látom, de itt a WC tartály is meg van csinálva, ugye az újabb KAF kocsikon is már ez egy komplett külön elemként létezik, és ez így föl van oda szerelve, ugye a régebbieken még itt ez nem volt megcsinálva. Ha visszatérünk a kocsira, a festése, hát az pazar, minden kis részlet, minden kis apróság tényleg nagyon szépen megvan rajta csinálva, ugye kiegészítőket még nem szereltem föl rá, gyakorlatilag most bontottam ki, ez a DP Bán logó is, nézzük meg, milyen kis finom apró feliratok mindenhol, nagyon szép egyenletes festés, ugye nagyon jó kis selyemfényt adtak a kocsinak, hát ezt a féknemváltót is érdemes megnézni, hogy még ott is rá van tamponozva a kis felirat, meg minden. Belenézünk, ott látszik, itt a túloldalán az üléssor fölött, ott végig ott van, meg van csinálva a csomagtartó is, tehát nem csak az ülések vannak benne, most megpróbálok belevilágítani így hátulról. Előről lehet, hogy jobb, nem. Hátulról jobban látszanak. Ülések is nagyon szépen meg vannak benne csinálva, külön kis elem minden, asztalka, külön van festve. Hát igen, ez azért az a minőség, amit az ember ilyenkor úgy 2020 környékén így elvár egy prémiumabb kategóriás kocsitól. Ugye ezeket a német kocsikat én így ad hoc néha láttam egyet-egyet, komolyabban nem nagyon tanulmányoztam meg őket. Kocsi végekkel sincs szerintem különösebb gond. Itt is például látom, hogy itt van egy nagyon szép kis tamponozott felirat, még a kis átjáró trepni. Ez lehajtható, és itt is az ablakok körbe vannak tamponozva. Itt a fűtési kábel is. És ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy itt ez a kis lépcső, ez is egy fotomaratott, tehát hogy ő nem
nem egy csak oda fröccsöntött valami, hanem ez egy fotomaratott kis rész, alkatrész. Ott látszik hátul, hogy ez átlátszik, az ujjammal mutatom. Úgyhogy nagyon komolyan néz ki ez a kocsi. És hát ugye, ha nincs ló, akkor a Samár is jó alapon, én őt fogom alkalmazni itt a Hungária Eurocity végén. Ő lesz a kocsi, ami majd zárja a vonatot. Én megbékélek azzal, hogy nem a BPMMBDZ284-es kocsi, hanem egy sima BMZ 291-es típusú járműről van szó. A felirat az úgyse látszik se a videón, se akkor, hogyha ránézek a terepasztalon a szerelvényre, úgyhogy nekem ez így jó lesz. Viszonylag így egész jól meg tudtam oldani ezt a szerelvényt szerintem a saját már rendelkezésre álló dolgaimból. Ugye ezek a korábbi, régebbi festésű Alkmekocsik megvoltak. Ezt az újabb NME-t szintén úgy vettem, hogy egyet szerettem volna az újabbakból, és nem akartam ebből se több kocsit venni, pont ugye azért, mert hát már nem olyan jó árértékarányú, mint régebben volt, meg tényleg már van nagyon sok másik Acme Kaf kocsim. Így pont jól kijött a dolog. Hát ha azt nézzük, hogy gyakorlatilag a komplett set, ugye a három részes set, amit az Acme kiadott, az ilyen 200 000 forint fölött van, szerintem nagyon-nagyon sok érte. Ha valaki most kezdés nulláról és akar venni MÁV kafkocsikat, és akkor tök jó, de nekem például úgy, hogy már jelentős részük megvolt, így annyira nem volt egy jó üzlet ez a hungáriás set, úgyhogy maradtam ennél a kicsit hibrid megoldásnál. Egy korábbi év szerint, egy korábbi évjárati összeállítás szerinti set is megfelel nekem igazándiból, és gyakorlatilag csak a hiányzó kocsikat kellett beszereznem, ami ez a kettő volt. A két kocsi az összesen nem került 40 000 forintba. Azzal együtt, hogy ebbe a zenemébe ugye raktam berendezést is, belső berendezést és világítást is. Úgyhogy viszonylag büdzsé és gazdaságos módon próbáltam itt megoldani a dolgokat. A szerelvény elejére, hogy mit lehet rakni, ez egy nagyon jó kérdés. Igazándiból ugye ezeket a 380-as cseh Skoda mozdonyok, a Messerschmittek szokták húzni, elég sok ilyen mozdonyt látok én is nap mint nap. Korábban szemeztem ezzel a mozdonnyal, annyit kell róla tudni, hogy a Trix adta ki, illetve hát ugye a Märklin a váltakozó áramú verziót, a Trix pedig az egyenáramú, de hát ugye egy cégről van szó. Én annól megnéztem ezt a modellt a boltban, szerettem volna venni egy ilyet, mert nagyon jó pofa, tetszik, viszont, hát hogy is mondjam, szóval ennek a Trixnek a fém kasznia kicsit sok ráöntött részlettel, picit elálló szélvédővel, hát nem győzött meg arról, hogy ezért a mozdonyért ki kell adni annyit, amennyit kérnek érte, úgyhogy a boltban maradt. Nem tudom, hogy ezt valamelyik másik gyártó ki fogja elhozni valaha, lehet, hogy aztán úgy leszek vele, hogy egye fene, megveszem, nem tudom, de nagyon a listám végén kullog a sorba a beszerzendő modellek terén. Úgyhogy én nem ezt raktam a szerelvény elejére, hanem egy sima mezei V63-ast startos verzióban, ugye a 034-est. Tételezzük föl, hogy megfeküdt a Messerschmitt, és egy gigant ugrott be a helyére, azért ilyen előfordult az elmúlt pár évben néhányszor, hogy nem sikerült az eredetileg a szerelvényre osztott géppel továbbítani a vonatot, úgyhogy nálam ez a verzió van, egy V63-as húzza ezt a hat kocsit. Nagyon jól mutat szerintem, az, hogy van benne ugye régi meg újabb festésű kocsi, meg ez a DB-s egy picit színesíti
az egész szerelvényt. Szerintem akiknek már van régebbi kiadású, startos KAF kocsijuk, azok viszonylag könnyen megjeleníthetik ezt a szerelvényt, mondjuk a 2017-es, 18-as menetrendi évből, egy vagy két ilyen elemi megvásárlásával, illetve mondjuk egy ilyen német kocsi hozzáadásával. Egyébként például még én azt mondom, hogy az a szett, amiben egy étkező kocsi is két másodosztály van, még az is szerintem egészen racionális választás, hogy az ember vesz egy olyat, van mondjuk első osztályi kocsia, van mondjuk még egy másodosztályi kocsia, meg még hozzá megveszi ezt a német másodosztályt, és akkor úgy már gyakorlatilag továbbra is egy normális keretek között egy kevésbé nagy összegű befektetés által lehet egy ilyen szerelvényt kiállítani a terepasztalunkon. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!